Tisztelettel köszöntöm a mai vadászkamarai esték rendezvényének valamennyi résztvevőjét. Tisztem, hogy tájékoztassam és a kedves megjelenteket vadásztársaságunk életéről és munkájáról. Társaságunk 3600 hektár területen végzi a vadgazdálkodási tevékenységét. A vadásztársaság tagjainak létszáma 19. A vadásztatások és a tagi vadászatok sikere érdekében intenzív vadföldművelést és vadetetést végzünk. Évente körülbelül 35 hektár vadföldet művelünk meg, ahol tavaszi és őszi zabot, tritikálét, repcét, édes cirokot és olajretket teszünk a földbe, és ebben etetjük a területen lévő vadokat. A etetést is 950 mázsa takarmányt viszünk ki a területre egy évbe, a következő megosztásba 500 mázsa napraforgódara, 320 mázsa kukorica, 110 mázsa kukoricás búza, 20 mázsa kukorica törzse. Ezen kívül 37 körbála szénát és 80 kocka nyalósót is helyezünk ki. Ennek hatása a vadászatok, valamint a vadásztatások sikerében jelentkezik, és a vadkárosítás mérséklését is tapasztaltuk. A vadkárosítás jelenti, azt hiszem, mint minden társaságnál nálunk is, az egyik legtöbb gondot és terhet. Ezért igyekszünk a várható nagyobb vadkárok esetében eleget tenni a megelőzésnek, együttműködve a gazdálkodókkal. Így építettünk idén villanypásztort a Henyei szélem, az erdő mellett egy 12 hektáros kukorica tábla köré. Bekerítettük a gazdálkodóval megegyezve, közösen vadvédelmi kerítéssel, közvetlenül az erdő mellett fekvő 5,2 hektáros írsai olivér táblát, szőlőtáblát. Szintén a tulajdonossal egyességre jutva vadvédelmi kerítéssel vettük körül a boncsos keleti oldalán egy újonnan telepített akácost. Ezen kívül a vadkár elhárítási szolgálatok megszervezésével, esetleges zöldhajtásokkal, gázágyú kihelyezéssel, valamint vadriasztó szerekkel igyekszünk a mezőgazdasági kultúrákat megvédeni a vadkárosítástól. A tényleges vadkárok esetében igyekszünk megegyezésre jutni a gazdákkal, ami többnyire sikerrel is jár. Vadásztársaságunknál évente 160-170 nagy vad kerül terítékre. Az idei szarvasbőgés alkalmából az engedélyezett 14 gimbikából 12 kerül terítékre, és ezek közül 9 bronzérmes lett. Örömünkre szolgált, hogy idén a kilövendő vadfajok sora bővült. Évekkel ezelőtt megjelent a területünkön a dánvad, ami szépen fejlődésnek indult. Így biztatásra megkértük a dánvad kilövést a megyei hivatalnál. A hivatal engedélyezte idén egy darab dánbika, valamint 3 darab tarvad kilövését. A dánbikát sikerült októberben barcogásban terítékre hozni, 3,63 kg dekás volt és bronzérmet kapott. Vadásztársaságunk gazdálkodása kiegyensúlyozott. Hasonlóan az előző évekhez elfogadott gazdasági tervünk 12.400.000 forint, és kiadásunk 10.800.000 forint. Vadásztársaságnak tartozása nincs. Ennyibe kívántam bemutatni a tisztelt hallgatóságnak vadásztársaságunk életét. A mi vadásztársaságunk a többi vadásztársasághoz, ebben óvja és védi a természetet, és ápolja a vadállományt, és reménykedik. Reménykedik abban,
hogy a most megszületendő vadászati törvény hoz valami jót is a magyar vadásztársaságok javára. Köszönöm szépen!